Szeretettel köszöntöm nézőinket vallási magazinunk következő adásában. Májusi és júniusi egyházi eseményekre tekintünk vissza. A hagyományoknak megfelelően 91. alkalommal zarándokoltak a Székesfehérvári Egyházmegye plébániáiról a hívek Mária remetére. Katonahősökre emlékeztek Pákozdon, a Katonai Emlékpark Doni kápolnájánál. Ugrics Tamás pasztorális elnök tartott szentmisét az elesett katonákért. Emlékfát ültettek a Székesfehérvári püspökség udvarán, az Ültessünk fát az első világháború emlékére a Kárpát-medencében, akció keretében, a centenárium alkalmából. Ünnepélyes keretek között adták át a katolikus szeretetszolgálat Csákvári Szent Vince otthona új intézmény szárnyát. Püspöki szentmisével és körmenettel közösen ünnepelték az úrnapját Székesfehérvár katolikus hívei. A hagyományos első csütörtöki eukarisztia ünnepre a felsővárosi templomban gyűltek össze a fehérvári hívek. Tartsanak velünk június 10-én, vasárnap, 19 óra 20-kor a Fehérvár televízióban.